2015 második hó. Kocsika, köszike. Második hónap 27-e van. De se gyakorlatilag, hogy újra tervezik. Na akkor most el vagy tévedve, Laci? Várjál. Jó. Laci el volt tévedve, nem jó felé mentünk. De nem baj, így is jó lesz ez. Szóval második hó 27 és 12 óra 5 perc az idő. Megjött az új munka. Olyan helyre kell menni, ahol már korábban voltam. Hé, micsoda öreg autók. Citroen, Ford, Transit. Úgyhogy van ott egy telep. Dacsóban. Jó. Ez annak az okosság, amit kevesen szoktak maguk kívántani a nagyforgalomban. Rendszerint a jobb szélső sávból akarunk aztán később arra kanyarodni, ami lúzerség. Lúzerség mindenképpen, aztán elmagyarázkodni, és akkor tudom ajánlani, hogy amikor neki megy valakinek ön, akkor utána, ha kiszáll az autóból, akkor kezdjen ezzel. Mennyivel jobb dél? Így szokták. Van ott egy telep, ahol a jó múltkor már voltam egyszer pótkocsit cserélni, és ott lehet parkolni, van zuhanyzó, WC, nem tudom mi van még. Egy kollégát itt kérdeztem, és azt mondja, ő is ott lesz hétvégén. Úgyhogy oda megyek, azt ott lesz a hétvége. Na hát haladunk. Na, ismét megérkeztünk a hegyek közé, csak most másfelé. Hát sajnos végig szemből süt a nap, és olyan kicsit párás a levegő, úgyhogy szinte semmit nem látni a tájból. Úgyhogy ez sem lesz egy olyan nagyon látványos fuvar. Na most egy pici látható, most oldalirányból süt a nap. De már is fordulunk és megyünk nappal szembe. Most ismét árnyékba vagyunk, és nem süti a lencsét a nap. De komoly kőfejtő, vagy mi a túró ez itt szembe. Szép. De most már mintha töltenék vissza. Úgy tűnik. Aztán lehet, hogy tévedek. Szélesítik a hidat, vagy mit csinálnak, másik pályát építenek ide mellé.
ez is szép hely. Autópályának vége, hogy most már ilyen normál főúton haladunk tovább. Érkezünk egy már is mondom milyen nevű településre. Rottenturm. Van. A 7,5 felettieknek talán, ha jól értelmeztem. Azért kell 50-nel menni, hogy tudjon gyönyörködni a sofőr a tájban. Van. És itt már vége is az 50-esnek. Itt meg valami nagyon nagy építkezésbe fogtak. Leviszik a föld alá a főutat. És itt fönt meg ki tudja, lehet, hogy parkosítanak vagy valami. Így se néz ki rosszul, de amikor tiszta hó volt minden, akkor biztos sokkal szebben nézett ki ez a vidék. Hát nem tudom, mi fog látszani belőle, de megint szép helyen járunk. Neumarkt. Kiértünk a településről be az erdőbe, és hát itt megint eléggé kacskaringós. Kacskaringós, vadregényes, meg minden. Én szeretem az ilyen helyeket. Főleg ilyenkor, amikor nincs hó meg jég. Érdemes lett.
kellene jobbra tartani, meg hát mindenképpen meg is érni, ha nem akarod utána lelögdösni a biciklistákat. A Lacinak úgy emlékezetből megadtam én a... Tarts jobbra! ...helyet, ahova menni kéne. Aha, igen, azt hiszem jól emlékeztem ott szembe. Távol, messze távol. Majd menjünk arra. Nem most, ne kis kócos. Utána is megyünk valamerre nyilván. Én szerintem jobbra, nem biztos. Az lesz az. Jobb, ne balra megyünk, igen. És utána jobbra megyünk, de nem összekeverni, nem most menni jobbra, majd utána. Itt most megyünk egyet balra. Fricikém, jobbra megyünk. És itt egyet jobbra. Térképet megtanulná, és utána nem kéne nekem állandóan pofázni. Csak úgy kérdezem, hamarosan élesen megyünk jobbra, de még majd nem most. Na, még ezt a dumát se hallottam. Állj, kis időt kérek, jobbra megyünk élesen, azt hiszem. És utána meg ott veszünk. Látható, itt is vannak szép, magas hegyek, hófötte hegycsúcsok, mondjuk nem tudom mennyi fog látszani a felvételből, vagyis a videóban, a felvételben mennyi látszik belőle, de most, ahogy fordulunk egy kicsit jobbra, majd lehet látni szemben, hogy megvilágítja a nap. A hófötte csúcsokat. És hétvégén szevasz, Báberes-es kollega, hétvégén elég sok megemlítős kérés érkezett. Dobrocsi Zoltán és fia kért megemlítést, és aztán Marta Robi. Trinfa Norbi azt írja, hogy ha én megemlítem, akkor büszke lesz magára. Hát akkor legyél büszke magadra. Jó Kornél és Jó Ferenc Dávid kért még megemlítést. Aztán Marosi Norbert, és van egy fiatalember, szerintem Szöcs Márknak hívhatják, de úgy van írva, hogy Szocs. Szocs Márk Nagyszalontáról, aki már régebben kérte, hogy említsem meg, azt most kérdezte, hogy melyik videóban említettem meg. Én úgy emlékszem, hogy már megtörtént korábban, de nem. Egyszerűen nem találtam, úgyhogy megbeszéltük, hogy most újra megemlítem. És ő kérte, hogy barátját, Nachbar Zsombort is említsen meg, úgy szintén Nagyszalontáról, Erdélyből. Aztán Porkoláb Rihárd kérte legjobb barátját, Mecserik Stefánt is említsen meg. És végül, de nem utolsó sorban, Ungvári Boton is kért egy megemlítést, úgyhogy most itt ezennel a megemlítéseknek vége. Egyelőre, majd ma este meglátjuk, hogy milyen újabb kérések érkeztek. Nézzenek oda, még a végén kisüt a nap. És hónak már nyoma sincs, elolvadt. Pedig nem is olyan régen, mikor erre jártunk, még egész jó kis hó volt. Sőt, azt hiszem, mikor éjszaka jöttem erre, akkor esett is rendesen.
De hát az már elmúlt. Sí szezonnak vége, úgy látom. Majd ha szépen kizöldül minden, akkor lesz ez igazán nagyon tuti. Ezzel 170 méter magasságban járunk. Micsoda szép kis gleccserek vannak itt a sziklafalon. És hát mint látható, rendesen elkezdett szakadni a hó. Ebből még akármi is lehet. Hőmérséklet plusz 2 fok. Na majd meglátjuk. Ez a hóesés, ez egyre komolyabb. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből. De már a leálló sávba, meg a belső sávba kezd megmaradni egy kis latyakos valami. Hát a belső sáv az már teljesen havas, mint látható. És itt a mi sávunk, ez aránylag vizes. De szépek a fák nagyon. Na hát itt elég cudar a helyzet az alagút túlsó felén. Autópálya kezelő, úgy látszik itt sincs a helyzet magaslatán. ...1250 méter magasan vagyunk tengerszint fölött, plusz 1 fokot mutat a hőmérő. És hát tisztességesen szakad a hó. Na, jöttünk pár kilométert, és itt már látszik, hogy azért dolgoztak, csináltak már valamit a fiúk. Egyre alacsonyabbra ereszkedünk, most már 636 méterrel járunk, és itt már csak ilyen, hát olykor-olykor egy-két hópihe is előfordul az esőbe, de inkább ez már inkább csak eső, sima eső, ami most itt pötyörög, és az sem túl intenzív, hanem inkább csak ilyen kis csöpörgés, csepereg az eső. Hát ezt az építményt is mindig megcsodálom, akárhányszor erre járok. Csodálatos helyre építették. Félelmetes. Salzburgnál járunk az osztrák-német határon. Az időjárás az sajnos ilyen bánatos. Esik az eső,
hőmérséklet 4 fok, úgyhogy még akár hó is lehet belőle, ki tudja. Nyomodnak a BMW-nek? Nem nyomod? Nem nyomod. Akkor megyek. Na megérkeztünk Németországba. És bekövetkezett, amire gondoltam. Szakad a hó. Egy fokban plusz egy fokot mutat a hőmérséklet és szakad a hó. Azt hiszem, ha azt mondom, hogy pocsék idő van, akkor ennyi fejeztem ki magam. Egy kicsit szálinkozik a hó, meg fúj a szél. Hát nem tudom, mi lesz ebből. Micsoda szép szálfák itt az út mentén. De mint látható, az úton nem marad meg. El is olvad egyből. Hát ugyan van még vezetési időm, de lassacskán itt félreállok, hát negyed 8 van. Megnézem én ezt a parkolót, hogy van-e itt valami hely. Meglátjuk. Ezt itt, hát ezt én inkább kihagyom itt a végén. Ó, drága testvérem, ha kicsit előrébb álltál volna. Meg ez a személyautó is. Ha nem itt állna. Ez a fickó megy tovább, vagy nem, ez megállt itt nagyon. Na jó, hát akkor viszont én megyek tovább, mert itt úgy látom, hogy hely nincs. Itt is van egy parkoló, úgyhogy ide is benézek, hát ha szerencsével járok. De ha nem, akkor sincs semmi veszve, mert néhány kilométerrel odébb van egy benzinkút. Ahol elég nagy parkoló van, és hát ott jó eséllyel találok helyet. Mert itt ez megint csak úgy nézem, hogy dugig van. Ez meg itt egy nyerges kicsi. Csinálok neked egy új, nagyon szép útvonalat, de azon aztán maradj rajta, jó? Mondtam már, hogy a kompot nem bírom, hogy arra nem menjél soha. Hogy jó, most én nem is vegyek el, csak egyáltalán eszedbe se juss. Na jó, hát akkor megyünk tovább a benzinkúthoz. Beérkezünk a benzinkúthoz. Megnézzük, hogy itt mi újság. Na, aki itt elakadás jelzővel villog, az nem tudom, megy, vagy itt marad, vagy mit csinál. Lehet, hogy teljesen szabálytalanul megállok én itt.
ezen az oldalon egészen félrehúzódva. A másik oldalon elférnek tőlem. Úgyhogy ez lesz az, mert én nem tudom, hogy ott bent lesz a hely. Hát mégiscsak körülnézek én itt a teherparkolónál. Hogy mi újság, hát ha lesz valahol egy hely. Aha, igen, itt van. Vagy volna. A legvégső esetben vissza tudok menni ugyanoda. Megálltam. De most itt beállok én ide bal szívede. Éde szépen a szélére kiállok égni. Megnézem a hátulját, de szerintem, ha jön valaki, akkor elfér tőle. Jó reggelt kívánok mindenkinek! 2015 második hónap, nem, harmadik hónap van, harmadik hónap, harmadika. Reggel 6 óra. Úgyhogy a mai nap is kezdetét veszi. Ahogy csak a jobb oldali tükröt vissza kell hajtanom a helyére, mert én tegnap este, ahogy beálltam, itt elég szűk volt a hely. És aztán a jobbos tükröt behajtottam, hogy nehogy valakinek búfa legyen itt éjszaka. Úgyhogy most elindulunk. Most kell majd figyelnem a táblát, mert a múltkor ugyebár átmentem a túloldalra visszafelé irányba, az a parkoló, ez nem az. Itt nem lehet átmenni. Akkor tévedtem. Akkor az egy másik parkoló. Na, autópályára fölhajtunk és megyünk. Emlékszem, korábban volt már rá alkalom megcsodálni ezt az irodaépületet. Stuttgartba járunk éppen. Esetleg mehetnénk lassabban. Mercedes gyár mellett.
érkezünk. Érkezünk lassan a lerakóhoz. Hát ez se volt egy izgalmas kuvar. A körforgalommal, és az első kijáratunk kijönnénk. Aztán meg majd jobbra kell menni később.